Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Kavarrom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Kisüt a nap, kiderül valami, láthatóvá teszi a nap ezt az eseményt. Tehát lesz egy fontos hír, amikor átlátod a dolgokat. A nap jelenti a fellépésedet, a kisugárzásodat is, vagy a vonzó erőt kettőtök között. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, a nap ott van előtted, megvan nálad ez a magabiztos fellépés, ez a szép kisugárzás. Mások látnak téged, észrevesznek téged, sőt, lesz egy kellemes meglepetés, hiszen ez a virágcsokor utalhat egy ajándékra, egy meghívásra, de jelenti a te nőiességedet, és a te szépséged, elment most a hangom, tehát jelenti a te nőiességedet, és a te szépségedet is. Itt ez a park a nyilvánosságra utal, megjelensz a nyilvánosságon, megkapod az elismerést, dicsérni fognak téged, lesz egy ajándék, hiszen megvan ez a siker, ez a kisugárzás. De látható a ravaszróka a háttérben, nem csak jóindulatú emberek vannak, hanem valaki úgy figyelget téged és irigy rád. De megvan a remény arra, hogy rendeződjenek a dolgok. Ez a hajó jelenti a külföldi kapcsolatokat is, vagy internet kapcsolatokat. De akkor legyél ott óvatos, hiszen a ravasz róka ettől óv téged. És itt a hold jelenti az anyukádat, az anyai érzelmeket, vagy az álmokat, a vágyakat, a reményeket, és ez az álom megvalósul, megvan ez a siker, megvan ez a kisugárzás. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!